egyik legfontosabb dolog a derű az életünkben, hogy örülni a mának, annak, amit ma megkaptunk. Jóisten mindig ad elég erőt, ad elég kegyelmet. Talán itt jön be a mi szabad akaratunk, hogy ezt elfogadom-e, vagy tovább harcolok, és tovább hibáztatom őt, és tovább küzdök vele. Kegyelem az is, hogy legyen erőm ahhoz, hogy elfogadjam a segítséget, hogy észrevegyem a segítséget, hogy észrevegyem, hogy nem baj, hogy vannak emberek, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni, és eltávolodtak tőlünk, és elfogadjam az új embereket. Én ezt folyamatában láthattam közel 30 éven keresztül, hogy mennyit alakít nem csak rajtam, hanem a körülötte élő minden emberen. Ez az a kegyelem, amit az ő betegségén, az ő állapotán keresztül kaptunk. És ha ezt felfedezzük, és el tudjuk fogadni, akkor jön ez a béke, ami úgy érzem, hogy most már a miénk. Én is pöröltem nagyon sokat az Istennel. Amikor kiderült Fruzsi betegsége, akkor emlékszem egy éjszakára, amikor üvöltöttem, hogy hol van itt a szeretet Istene, aki egy ilyen alig egy éves gyereknek ilyen nehéz feladatot ad. Aztán amikor 5 évvel ezelőtt lélegeztetőgépre került, akkor megint jöttek a kérdések. Hogy most minden olyan klasszul működött, igyekeztünk mindenből a maximumot kihozni, és akkor jön egy ilyen szörnyű állapot, amikor gyakorlatilag csak az intellektusa működik, semmi más, akkor most hogyan tovább, és miért? És akkor ő akkor hallgatott, én legalábbis úgy éreztem, bennem hallgatott. Egy idő után elkezdtem érezni azt, hogy összeszedni a környezetemben és magamban is, hogy mennyit változtunk attól, hogy Fruzsi itt van, hogy pont én lehetek az édesanyja. És rájöttem, hogy abszolút más ember lettem, de nem csak én, hanem a környezetemben szinte mindenki. Hogy sokkal több mindent kapok Fruzsitól, mint amennyi nehézség adódik vele. És persze vannak mélypontok, vannak hullámvölgyek, amikor egy kicsit nehezebb. És rájövök arra, hogy ő hozta hozzám közelebb Istent is. Ez számomra egy nagy kérdés, hogy a nehézségek azok honnét is jönnek? Szóval, hogy ezt tényleg ő adja? És így akar téged próbára tenni, vagy az az igaz, hogy kialakítottunk egy világot, amiben a nehézségeket félig meddig mi magunk okozzuk, nem tudom. És igen, az elején én is úgy fogtam föl, hogy büntetés, hogy megpróbál a Jóisten. De aztán rájöttem, hogy alakít. Szépen, néha keményebben, néha finomabban, de alakít, és én, aki egy-két kislányként egy nyavajgó kis kamasz voltam, most teljesen békében vagyok saját magammal. Jól vagyok, köszönöm szépen!